Szájfert István vagyok, csákánydoroszlói gazdálkodó. Csákánydoroszló Vas megyébe helyezkedik el az Alpok alján, az országhatártól 5 kilométerre vagyunk most körülbelül. 200 hektáron gazdálkodok, ebből olyan minden évben változóan, de vetésforgónak megfelelően 40-50 hektár szójánk van. Már a szóját olyan 25 éve körülbelül akkor kezdtük csinálni. Az akkori fajták még kevesebbet termettek. Most már néhány éve a mentort fővetésben azt szoktam vetni. Az idén egy új oltóanyagot vittünk fel a vetőmagra. Ez a Rizolic Top S-nek nevezik. És azt vettük észre, hogy a szójának a kezdeti fejlődése erősebb volt, bár az idei évben később az időjárás is kedvező volt, több csapadékot kapott, és szép mai napig is sötét, amit növényt kihúzunk, sok gümőt találunk rajta.